Levi, most mondta. Ne tévedj. Laborkísérleteket végeznek a Dózsa György általános iskola tanulói. Ez is egyike azoknak a lehetőségeknek, amelyet a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt pályázat részeként végezhetnek az intézmény tehetséges tanulói. Tóth Györgyné az általános iskola igazgatója elmondta, ez a matematikai, természettudományi és digitális kompetenciák fejlesztését elősegítő program. Ezen is nyertünk az idei tanévben is, mert 2 évvel ezelőtt is ugyancsak nyertünk, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen megint egy hagyományos programnak a megvalósítására kaptunk plusz forrást a pályázat során. Ebben a pályázati programban ez is egy 60 órás pedagógusaink által kidolgozott pályázati tehetséggondozó program tulajdonképpen, ami a természettudományokra épül, hát elsősorban ugye a kémiára, fizikára, matematikára, hiszen ez a 2 terület adott, illetve hát a digitális kompetencia is bejön ebben a programban is. Hozzátette, a programban azok a gyerekek vesznek részt, akiknek motivációjuk és tehetségük adott a természettudományos tantárgyak iránt, tehát azok a diákok, akik szívesen foglalkoznak ezekkel a területekkel. Ebben az tanórán kívüli foglalkozásban lehetőség van arra, hogy ezekkel a gyerekekkel számtalan kísérleteket végezzen a pedagógus. Ezzel megtanulják a kísérleteknek a mechanikát, vagy a menetét, az etikáját is tulajdonképpen, és még jobban növekszik bennük a motiváció. Ez a pályázat is adott nekünk lehetőséget plusz programoknak a beépítésére, ugyanúgy itt is volt lehetőségünk a tanulmányi kirándulások tervezésére. Tóth Györgyné elmondta, a pályázati forrás lehetőséget adott az intézmény laboreszközeinek a fejlesztésére is, amelyből a fizika és a kémia tanításához szükséges taneszközöket újították fel. A pályázat részeként 1.138.000 forintot tudtak fordítani az intézmény természettudományi területén tehetséges tanulók lehetőségeinek bővítésére.